most elsőként mikrofonhoz szólítom Tamás Gáspár Miklós filozófus. Drága barátaim, nem azért jöttünk ide ezen a zord téli napon, hogy mellé beszéljünk. Tegnap három szakszervezeti szövetség a kormánnyal megegyezést írt alá az eddig legelnyomóbb munkatörvénykönyvét illetően. Ez a magyar szakszervezeti mozgalom történetének egyik legsötétebb napja volt. A szakszervezeti egységre szükség van, ma nem nagyon látok más erőt, amely a hazát megmenthetné, csak benneteket, ezért az egységet nektek kell helyreállítanatok, meg kell teremtenetek azt az egységet, amely harcos, felelősségteljes és komoly, és amely képes azoknak a hibáknak a kijavítására, amelyben sokan vagyunk ludasok. Ezelőtt pár esztendővel népszavazás erősítette meg az elmúlt kormánnyal szemben, hogy a szociális jogokból nem engedünk. Annak idején az akkori ellenzék azt mondta, hogy a szociális jogok mellett van. Hol vannak ezek a jogok? Ti, akik itt álltok ezen a téren, a még néhány napig fönnálló Magyar Köztársaság közszolgálatának, közigazgatásának, oktatásügyének, egészségügyének vagytok a dolgozói, akik minden piaci logikán túl embertársaitok megsegítésére, ügyeik intézésére, elfogulatlan szolgálatára esküdtetek föl. Hát akkor miért bántanak benneteket? Az adófizetőkön kívül ti tartjátok fönn a magyar államot, amelynek rátok, barátokként és segítőtársakként kellene tekintenie. Miért csökken hát a béretek, miért nő a munkaidőtök, miért kémkednek a magánéletetek után, miért várnak el tőletek politikai lojalitást olyan vezetők iránt, akik ma még itt vannak, de holnap már nem lesz nekik. Miért kívánják tőletek, hogy elküldjétek a mindeddig legostobább pedagógiai rendszernek a bevezetését, amely a gondjaitokra bízott gyerekeknek árt? Miért várják el tőletek, hogy adminisztráljátok azt a katasztrófát, amelyet hozzá nem értő és rossz hiszenű politikusok megfoghatatlan okokból kényszerítenek rátok? Ne hagyjátok! Szerveződjetek meg, vegyetek rá mindenkit, hogy lépjen be a szakszervezeteitekbe, és hogyha a szakszervezeteiteket nem olyan emberek vezetik, akik erre méltók, hát váltsátok le őket. Ha lesznek harcos szakszervezetek, ha lesznek öntudatos dolgozók, ha végre visszakerül jogaiba az a kifejezés, hogy magyar nép, akkor nem aggódom a hazajövője miatt. A hazajövője tőletek függ, és nem percemberkéktől, és nem önző a saját anyagi hasznukat néző emberektől, és nem azokat, akik a szörnyű gazdasági válságot
gonoszsággal, önzéssel, értelmetlen megszorításokkal, minden jónak, szépnek a lefaragásával kívánják elérni, akik azt gondolják, hogy ezt az országot működtetni tudják anyagi gondokban elmerülő, fázó és éhező emberek. Ne hagyjátok! Ne hagyjátok! Ne hagyjátok!